Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt az új DLC pálya, a Behemoth, vagy Behemoth, ahogy mondanák. És nekem speciál az az egyik kedvenc pályám az új DLC-ből. Most be fogom mutatni nektek az összes pályát a DLC-ből a fegyverrel együtt, amit szerintem én fantasztikus most elfelejtettem beállítani. De majd a következő DLC-s videóban, az itt a kompetitív klasszaim, úgyhogy mindegy. Megpróbálom megmutatni nektek úgy körülbelül, hogy néz ki a pálya, milyen flankek vannak rajta, milyen utakat lehet használni, valamint megmutatom nektek az új, hogy hívják azt, Field Order-t, amit ugye beleraktak. Úgyhogy beraktam botokat, akik elvileg egyszerűen vannak, megpróbálom tőlük megszerezni a Field Order-t, és kész. Szerintem itt el leszek. Úgy kell kill-t szereznem, hogy le vagyok guggolva. Ó, Kemper. Na, erjünk. Hol hagytuk ezt a Field Order-t? Várja, meg kell késelni. Gyerünk! Nem! Azaz! Nem tudom, mennyire örültem ennek, hogy... Lehet fura, hogy ennyire örültem ennek, de jó úgy. Na jó van, menjünk be a pálya végére. És itt szabad ég alatt dobjuk le. Kempeljük be a sarokba. Kellek mond, hogy ez a special, és megvan már is. Hogyha a Black Ops egyeztetek, akkor tudjátok mi ez. Ez jó formán. Én irányítom? Ó, én irányítom. Ez jó formán a Chopper Gunner a Black Ops 1-ből. Kivéve, hogy ugye én irányítom a helikoptert. De igazából ez így nagyon jó. Nagyon tetszik. Lehet lövöldözni az emberkéket, és ahogy látjátok, ez nagyon jó killstreak erre a pályára, mert teljesen szabad. Csak akkor nem tudom őket lelőni, hogyha oda középre bemennek. De nagyon jól lehet kanyarodni benne, vagy nem kanyarodni, hanem így fordítani a minigunt. Jajjaj, valaminek neki nem van, vagy nem tudom. Megy hátrébb. Miért megy hátrébb? Ja, lerak! Jó van. És visszarak a pályára, de szerintem, ha jól tudom, ki tudnak lőni onnan. Úgyhogy, ja, ennyi volt ennek a pályának a különlegessége, de ahogy látjátok, nagyon jól néz ki ez a pálya. Megpróbálok bevezetni titeket a pálya alá. Igen, most itt is vagyunk, egy másodperc múlva. Itt lemegyünk, ott felmegyünk, és itt van a pálya alja. Nagyon jól ki van alakítva ez a pálya, játszottam már multiban, nagyon jól működik, szóval nem sok Kemper van, viszont megvannak azok a head glitchek sajnos, amiben be tudnak menni a Kemperek. De összvíz szerintem ez egy nagyon jól kialakított pálya, és teljesen megéri a pénzét. Úgyhogy valószínűleg még ma fognak jönni a többi DLC-s videók is, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha tetszett vagy segített ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, stb. Köszönöm szépen a figyelmet, én Painful voltam, és a viszonthallásra.